most csinálok egy kis lecsót, és alá tettem egy kis szalonnát, meg egy kis pári, vagy na, virsli, és mindjárt dobom rá a lecsót, ami nekünk üvegben már el van rakva. Most figyelj! És itt a lecsó, ezt nálunk Aradon úgy hívják, hogy givecs. Ez volt a kedvencem gyerekkoromban, de most nem rizet csináljuk, meg édesen, ahogy a édesanyám csinálta, hanem csak így sósan, meg csípősen, nagyon imádjuk, szeretjük. Úgyhogy most ezt készítem. Ezt csak azért csinálom, hogy kíváncsi vagyok, hogy átmegy-e hozzád a, ez a kis rövidke film, hogy egyáltalán meg tudod nézni, mert akkor most már tudnánk ilyeneket is, hogy küldözgetünk ilyen szinte élő történeteket magunkról, sőt még majd később talán Skype-on is tudnánk egyet dumálni, mert ez a írás nem rossz, csak sokszor az ember már nem tud mit kell írni, úgyhogy akkor beszélni tudunk jobban, még csacsogni, meg egyedek, ahogy szokták itt Magyarországon mondani. Na, körülbelül ennyi a lecsó. Most egy kicsit összeföl, és utána van, aki tesz bele még egy kis tojást is. Utána egy kis peperónit belevagdos, ami úgy nálatok peperóni, és akkor vagy csípőset, és akkor egy tökéletes kis kaja van. Úgyhogy ma ilyen kedvem volt. Itt meg a gólyás föl. Ó, meleg a